Nagyon kellemes szórakozást kívánok önöknek. Ismételten kézilabda mérkőzés következik. A Szájából a Kalász most a Balatonfüredet fogadja vendégül. Méghozzá a NB1 9. fordulójában következik az a mérkőzés, amely akár azt is mondhatni, hogy döntetlen, az biztos, hogy egy jó eredmény lehet, de hát itt most akár a két pont megszerzése is a cél. Nem leszek egyedül a mai mérkőzésen sem, hiszen a segítőm Cseh Balázs, aki a Farkasvár kézilabda diák sport edzője, játékosa. Szervusz Balú, köszöntelek! Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Örülök, hogy eljöttél, és most akkor közösen nézzük ezt a mérkőzést. Balú, mit gondolsz, milyen csata várható? Azért egy elég jó formában lévő Balatonfüredet fogadunk most. Hát ez abszolút így van, ugye az Európa Ligában játszanak most a fiúk az NB1 mellett. Azt gondolom, hogy egy kiegyenlítő, vagy hát Balatonfüred ez most nagyon jó erőt képvisel. De azt gondolom, hogy a Kalász akár meglepetést is okozhat, miután a legutolsó két hazai mérkőzésen, ami Kalászon volt, ha jól emlékszem, mind a kettő döntetlennel végződött. Tehát abszolút nem kizárt az a lehetőség, hogy pontot lopunk esetleg a Füredtől, de akár lehet, hogy még többet is, miután úgy indult a Füred ennek az évnek neki, hogy két alapjátékosukat is elvesztették, ugyanis eligazoltak a Tatabányába, gondolok itt a válogatott Rodriguezre, a válogatottunkat erősítő Rodriguezre, illetve a Topics beálló játékára. És egyébként fekete mezben játszanak, mondjuk így ezt a hazai nézők biztosan tökéletesen tudják, hogy mi a fehér felsőben, fehér mezben, a hazai közegben, és ugye a Balatonfüred fekete mezben játszik, és el is indult a mérkőzés. Ugye említetted, Balú, hogy döntetlen volt az elmúlt két szezonban hazai pályán, igen, 2019. augusztus végén nyert itt utoljára a Balatonfüred, úgyhogy annak most már jó ideje, tehát ezek az előjelekkel csapunk neki ennek a mérkőzésnek, és természetesen ugye a Balatonfüredbe elég komoly játékverőt képviselnek azok a játékosok, amelyek meghatározóak most már évek óta. Itt akár Szöllősire gondolok, illetve most majd Gosztovics Milán, aki óriási igazolásnak is mondható ebben a szezonban. És hát ugye nagyon jó játékosokból áll a Balatonfüred. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon nagy mérkőzés van előttünk, és ugye a Budakalászi csapat pedig szerencsére most sérülésmentesen ki tud állni, és reméljük, hogy nagyon jó kis meccset látunk. Közben már ugye a Balatonfüredi támadásban vagyunk, és nagyon jó lenne a védekezés, azt megmutatni rögtön az elején, hogy mennyire jól vagyunk. Kicsit pontosan ilyen védésekkel lehet ez bemutatni Váci Dani természetesen, ahogy kell, be is mutatkozik ezen a meccsen, és bízunk benne, hogy ezt látjuk tőle többször majd. Jól látható volt, hogy addig-addig passzolgattak, ameddig egy szabad helyzet az álló le tudott válni a védőjéről, és egy szabad helyzet keletkezett, és egyből ki is használták. Gosztovics a gólszerző, nagyon figyelni kell majd rá, hiszen az előző mérkőzésen is 8 gólos volt a Komló ellen, ő volt a legeredményesebb, nagyon jó játékot produkált most már az elmúlt hetekben, úgyhogy mindenképpen Gosztovics Milán, ugye szerb játékosról van szó, aki még a spanyol bajnokságból igazolt Balatonfüredre, tehát nagyon komoly játék előtt képvisel. Ugye említetted, hogy két húzójátékos elment Tatabányára a szezonban, úgyhogy nekik is volt kit prótolni egyébként, de hát nekünk is, ahogy az előző szezonban volt egy-két olyan játékosunk, aki már itt nincs, és bizony nekünk is van mivel foglalkozni. Közben egyébként nézzük a mi támadásunkat. Sinkovics volt a labdával, Kiskov, illetve Maxim van beállóban, Kisbence éppen a labdával épp, és nagyon szépen meg is szerzi az első gólunkat, ez most nagyon jó, második perc még, harmadik perc elején. Remélhetőleg így folytatjuk, és tényleg egy kiélezett meccset látunk végig, megint beállóba, ez viszont most nagyon szépen Szűcs Bencétől sikeres gól volt. Sinkovics, Jurics Grigics, nagyon fontos lesz az ő játéka ismét, ilyen átlövés gólokra szükségünk van, 2-2. Dávid Máté éppen védekezik, és ez viszont kim volt, úgyhogy jöhetünk mi a labdával.
Azt gondolom, hogy most nagyon jól elkezdődött ez a mérkőzés a Budakalászi oldalról. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy tartsuk a Balatonfüreddel a lépést, és megpróbáljuk tartani ezt a tempót, akár vezetve is, és nem fussunk az eredmény után. Abban általában nem jövünk ki jól. Sinkovics, Gyurics Grigics. Sinkovics. Sajnos belépett, úgyhogy jöhet a Balatonfüred. Belül futott az álló sajnos, és így lefújta a bíró. És ezt viszont most nekünk ítélte a játékvezető, úgyhogy mi jöhetünk. Németh volt, aki szabálytalankodott. Gyurics Grigics viszont megszerzi a vezetést. 3-2. Második gólja. Nagyon jól. Rendkívül jó tempóval kezdődik ez a mérkőzés. Nem nagyon pihennek a csapatok itt az elején. Biztos vagyok benne, hogy Csokni István úgy küldte ki a srácokat ezen a meccsen, hogy most az első félidőben próbáljunk valamit, mert úgy tűnik egyébként ebben a szezonban, hogy az első félidőben vagyunk egy picit gyengébbek, talán kicsit nem úgy felpörögve, hogy kéne, és hát erre lehetne most építkezni, hogy ezt rögtön a mérkőzés elejétől tartsuk ezt a tempót. Mert eddig a második félidők nagyon jól működtek ebben a szezonban. Nézzük gyorsan, hogy most akkor Vácinak sikerül ezt, nem sajnos, hát Bóka Bendegúzt sem kell bemutatni. Szélről lőtte ezt a gólt, 3-3, ugye a válogatott játékosról van szó. Ez egyik klasszis a Balatonfürednek, Bóka Bendegúz. És ha már így kiemelted a Füredből, így kiemeltél pár játékost, akkor Sinkó és Benjamin neve mellett sem menjünk el a hazaiak csapatába játszó 71-es játékosról, aki most a góllövő lista második helyén áll éppen. És rendkívül ügyes és felnőtt a feladathoz, hogy a távozó játékosok után, hogy hátára vegye a csapatot. Sajnos most ez viszont nem sikerült, ez a góllövés. Ugye említetted a Sinkovics Benjamin, a húzó emberünk, így van. Valahogy Perisicset pótolni kellett az előző szezon után, és az úgy tűnik, hogy Sinkovics nagyon jól teszi a dolgát Gyurics Grigicssel együtt, úgyhogy bízunk benne, hogy ezen a meccsen is majd minél több gólt látunk tőlük. És hát nagyon jó lenne majd Varjú Martintól is több gólt találni, a szélről akár, és nagyon eredményes ebben a szezonban, és talán most beállóból is több gól születik, abban egy picit talán gyengébb ebben a szezonban a csapat. Viszont Váci Dániel továbbra is fantasztikus formában, megint védés volt, úgyhogy marad a 3-3. Kiváló reflex mozdulat volt. Maxim beállóban. Természetesen, ahogy kiemeltem, talán az ő játéka lesz megint, hogy hogyan működik a csapaton belül, védekezésben és támadásban is. Bízunk benne, hogy ezen a meccsen jó lesz, és a sérülése sem újul ki, hiszen volt egy elég csúnya Boka sérülése a szezon elején. Nagyon jó védekezünk, azért ezt kell mondjuk, nem engedjük illetve nagyon jó támadunk a védekezés mellett, ezt el kell, hogy mondjuk. Talán így az első 6 perc után, eddig hatékonyan kezdtük ezt a meccset. Igen, a támadásunk rendkívül összeszedett. Most van beállóban, és így van, erről beszéltem, hogyha Maxim megkapja, akkor azért is ezeket már illik belőni, és ez most nagyon szép volt, 4-3. És Váci ismét véd. Ez a Balatonfüred részéről szerintem egy elkapkodott támadás volt, de hát szerencsénkre ez így jól alakult. Na nézzük akkor most, hogy áll össze ez a támadás. Varjú Martin jött egyébként jobb szélre most. Sinkovics kis irányítóban. Gyurics Grigics. Próbáljunk valami. Nagyon szépen megint sikerült. Így de nagyon kár, de viszont ez 7 méteres. Igen, ez a figura ez azért jó, ugye a szélsőhöz rakják a beállót, akit nem valószínű, hogy meg tud tartani, hogyha a labdához jut. Azonban itt a szélsővédő fellépett a átlövőre, de a beállóhoz eljutott a labda, és szerencsére a kettes védő se tudott megbirkózni. A 7 méteres Tóth Rajmund lövi egyébként ritkában ő végzi el, most az elsőnek ő szalad neki, vagy illetve hát ő próbálkozik, és reméljük meg is szerzi a találatot. Így van, 5-3. Azért mondtam ezt, hiszen mostanában már Varjú Martin a hetes dobónk, de most Tóth Rajmund a fiatal játékos nagyon szépen ezt előtt, és elkaptuk a labdát, megvan, szépen lehet indulni, Kovács, és meg is van a hatodik találatunk, 6-3, és lassan időkérés lesz, úgy van, Balatonfürednek nincs mit tennie, ki kell kérni az első időt, hiszen nagyon-nagyon nagy bajban vannak 8 perc után.
álomkezdésnek is mondható ez most. 6 gólt lőttünk 8 perc alatt a Balatonfürednek, ne feledjük a negyedik helyezett a bajnokságban. Az előző két mérkőzését megnyerték, tehát igazi formában vannak a fürediek a bajnokságban. Most valahogy, mintha ezt sikerült volna semlegesítenünk. Én azt gondolom, hogy egy kicsit kapkodnak a füredi játékosok, plusz ez társul az, hogy most jelen pillanatban 50%-on van Váci Dani védési hatékonysága, ami a Budakalásznak a szerencséjét szolgálja. Igen, és hát ugye ki kell emelni Váci Danit, hogyha ő elkapja a fonalat, akkor azért számíthatunk rá, hogy a mérkőzés nagy részében ezek a védések jönnek. Azért ki kell emelni most már a szezon első negyedét követően, hogy Sugár Tímea, ugye az új kapusedzőnk, aki igen komoly színvonalat képvisel, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tesz hozzá a védések hatékonyságának növelésében, és hát Váci is természetesen ezzel él is, és látjuk is a mai teljesítményt. Na nézzük talán az első olyan támadást, amely ki tud dolgozni a Balatonfüred. Nagyon ritkán láttuk most az első 6-7-8 percben, hogy ők valamilyen akciót tudtak volna rendesen kidolgozni. Valószínűleg egy figurát most megbeszéltek, Szöllősi. Nagyon szépen fogjuk a... Szép bejátszás. Na, így van, és ez most 7 méteres tett, de én azt gondolom, hogy ezt a védekezést is elég jól végeztük. Kostovics Milán fogja elvégezni. Középen picit lemaradtak a srácok, de remek bejátszás volt, ezt azonnal kihasználta a átlövő játékos. És akkor jön egy 7 méteres, közben törlés is van, azért ilyenkor a balesetveszély miatt az ilyen esések után ezt sajnos meg kell tenni, a játékosoknak az épségét védeni kell. Bármilyen esés után azért izzadság kerülhet a padlóra, és az veszélyes. Na nézzük akkor az első hetesük egyébként a meccsen. És Váci próbálkozik. Még mindig törlés van egyébként, már nagyon szerette volna Gostovics is elvégezni ezt a 7 méteres, de hát még mindig törlik a pályát. Úgyhogy várni kell még Erzel. És most Bendó Csabi törli a pályát, aki rengetegszeres válogatott játékos. Megmutatja, hogy kell ezt használni. Ez most egy érdekes jelenet volt. Úgyhogy szusszantak továbbra a játékosok. Csak elvégezzük most már ezt a 7 méterest. Na nézzük akkor második nekifutásra. Nagyon szépen ellőtte Gostovics Váci feje fölött. 6-4. Továbbra is tartsuk ezt a lendületet, és biztos vagyok benne, hogy ezzel a hatékonysággal, ahogy most próbáltuk ezt az első 8-9 percet lehozni, lehet ezt a meccset így folyamatosan ezzel a lendülettel, hatékonysággal akár végig is játszani. Bízzunk bennek is. Gyurics Grigics is van irányítóban most ebben a percben, és hát Sinkovics megint gólt lő, és 7-4. Talán azért azt gondolom, hogy hagyják is őt, hogy lőjön, nem látok olyan nagy védekezést ellene. Az első pár percben jól leszették, de most olyan lendülettel érkezett, és jól vett át a labdát, hogy egy csel után gól tudott lőni. Szőlősi mutatta be a figurát. Megint próbálkozik a Balatonfüred valamivel, Hornyák egyébként most jobb szélen, hát ő is azért elég klasszis játékos, a Tataványából érkezett ebben a szezonban, úgyhogy elég erős. De nagyon, nagyon csúnyán. Az ott Varjú volt, aki félrelépett. Ez valószínűleg valamilyen húzó... Nem akarok tippelni, de elég... Nem tudom, de már az esés pillanatában eltorzult az arc a szegénynek. Ráadásul pont ott ugye az előbb törölték a pályát. Igen. Hát ezért mondtam, hogy mennyire fontos ez, hogyha egy ilyen folton el lehet, kicsúszik a lába, és rosszul támasztott ki, és a combját próbálják most. Reméljük, hogy nem olyan sérül, és valószínűleg a hajlító, a combizom sérülhetett meg. Csúnyán. Hát ez most nem kellett nekünk, az ilyen jó kezdés után. És ugye említettem, hogy Varjú milyen remek formában van egész szezonban. Hát bízunk benne, hogy nem komoly sérülés ez. Lebicek, meg is tapsolja a közönség. Bízunk benne, hogy helyrehozzák, mert
ugye most egy ideig nem is tudna visszajönni a meccsre, de hát reméljük, hogy nem ezért, hanem azért fog beállni, mert rendben van. De szerencsére saját lábon hagyta el a pályát. Aztán ugye kiemeltük, hogy Bendó Csabi milyen jó törlőképességekkel bír, most a masször tudására lesz szükség. Igen, most akkor reméljük, hogy ez is megoldódik. Maracskó állt be a helyére, ugye a bal szélre. Ő az, aki még fiatal játékosként elég komoly szerepet vállalt már ebben a szezonban. Na nézzük akkor a balatonfelé támadást. Svetenovic. És ezt nagyon szépen meg is oldott a Szöllősi. Nagyon szép előnyszerzés volt középen, amit utána hibátlanul játszott le a Füred. Na, akkor nézzük a folytatást. Mindenki nézte, várta, hogy mit fog történni. Sinkovics meg gólt lőtt. Nagyon érdekes jelenet volt egyébként. 8-5. Mint hogyha arra várt volna valaki, hogy ez gyenge lövés, biztos a kapus fogját, bement. Hát igen, ameddig a lövő kezét nem fogják le, addig az utolsó pillanatig veszélyes. Bármikor elsülhet, ezt most mutatta Benjamin is. Megint beállóba, ezt sajnos most már nem először kapjuk így meg. Szűcs Bence ismét betalált, 8-5. Sinkovics, egyelőre még nagyon-nagyon mozgunk, és rendben mozgunk, és ez óriási passz volt. Meg is van Kovács Dominik találata, 9-6. Továbbra is tartjuk a előnyünket, most már 3 gól hosszú percek óta. Elég komoly előnynek tűnik, de hát azért erre figyelni kell, hogy nem engedhetünk ki. Koncentrálnunk kell továbbra is. 11 perc telt el a mérkőzésből, és egyelőre teljesen úgy alakul ez a találkozó, ahogy erre talán kevesen számítottak, de a jó szakemberek, biztos vagyok benne, hogy ezt elemzik majd. És 2 perc közben. Ugye időkérés óta megfigyelhető, hogy a Füred teljesen lelassította a játékát, és inkább felállt fal ellen kidolgozott akciókat próbál meg végigvinni. Most már nem rohannak, nincsenek felelőtlen lövések. Igen, gondoltam én is ezt mondani egyébként, ezt is éveztem észre, hogy az első 7-8 percben szinte rohanás volt, nem voltak hatékonyak, most talán kidolgozott akcióban jobbak lesznek. Valószínűleg ez volt az utasítás a időkérés során, hogy ez nem fog működni egyelőre, és legyenek egy kicsit nyugodtabbak a játékosok. Ugyanakkor Kalászi részről meg gyors lerohanás van a középkezdésnél, gyors középkezdés után, és úgy látszik, hogy eddig ez működik, tehát reméljük, hogy ez egész meccsen így lesz. Svetenovic is nagyon-nagyon hatékony volt a Komló elleni meccsen az előző bajnoki fordulóban. Szöllősi ismételten bemutatta a figurát. Nagyon szépen védekezünk továbbra is. Maracskó lábáról pattant meg a labda, úgyhogy visszakapta Füred a támadás jogát. Igen, de lassabb passzív lesz, így is van. 3 passz, 2 passzív. Most már. Lőni kell, és ez mellé, nincs nagyon semmilyen szabálytalanság. Egyszerűen nagyon jól működünk védekezésben, ezt kell mondani a mérkőzés első negyed órájában. Üres a kapunk közben, ugye már Dávid Máté kiállítása még érvényben van 1 percig. 6-6 ellen támadhatunk, van 1 percünk erre. Valószínűleg tartom, hogy szeretnénk ezt az 1 percet ezen a térfelen tölteni. De azért a játékvezetők se fogják ezt annyira engedni, úgyhogy ki kell találni valamit. Egy-két a jó támadást kidolgozni. Sinkovics, nagyon szép, de nagyon kár volt, majdnem elkapta Maxima labdát, ez nem jött össze is. Ez mellé ment, nem sikerült Hornyáknak az üres kapus kísérlet. Ez egy elhamarkodott lehetőség volt, talán most foghatják a fejüket, hiszen visszakaptuk így a labdát, és van még 20 másodperc a kiállításból. Az üres a kapu továbbra is. Úgyhogy úgy tűnik, hogy elég jól ki is védekeztük ezt a 2 percet. Most már csak meg lehetne koronázni egy góllal. Így van, pontosan azt akartam mondani, hogy egy góllal akár még fejtehetjük arra koronát. Célszerű megvárni a bejövő játékost. Sinkovics, Gyurics Grigics. Ajj, ezt most nem sikerült. És most jöhet vissza Váci. És le is járt a kiállítás. Hát igen, ez bizony, sokáig volt nála a labda.
idők megállította a játékvezető egyébként az órát, és most a zsűri asztalhoz fordult. Dávid Máté korán jött vissza. Két perc. És ez óriási probléma egyébként Dávid Máténál, hiszen második kiállítását kapta meg. És ez még nagyon-nagyon fájhat nekünk a meccs végén. Ráadásul ugye pont labdát kaptunk volna, mert a füredi játékosnál sokáig volt a labda, és indulhattunk volna. Most talán Csoknya István is ezt vitatja, hogy lehet, hogy már megállt a játék? Elképzelhető. Mikor a játékvezetők, mikor... Hát most már ezt nehéz lesz visszanézni, sajnos ezt nem fogjuk tudni így visszajátszani. A zsűri asztal azért még tanakodik. Vajon mi lesz a döntés? Érdekes ez. Lehet, hogy azért ez nem volt egyik fél részéről sem egy taktikus lépés, de hát most ezt kell elfogadjuk. Úgyhogy további két percig vagyunk emberhátrányban, és a támadásnál meg végképp. Úgyhogy most extra figyelem kell a srácoktól. Kostovics most jobb szélre próbálja Bókának, vagy bal szélre. Egyelőre azért ők sem találják azt, hogy hogyan lehetne ellenünk gólt lőni. Átlövésből talán, bejátszó beállóban most talán mi is figyelünk jobban. Hát mondom erre, és 7 méteres. Szépen áttolták a súlypontot a pályának a jobb oldalára, majd Szőlősi Balázsnak adták a lasztit, aki hibátlanul kihasználta, hogy a állónak vagy az álló előtti szabad területet is így be tudta passzolni neki a labdát, és onnan meg már jött az ítélet, hogy 7 méteres. És akkor cserélünk kapust, ilyenkor általában 7-es előtt ez egy jó bevált taktika lehet. Georgievski most a kapuban, a 7-es próbáljuk megzavarni egy ilyen Kostovicsot talán, és reméljük a mi kapusunk is ilyenkor jól fog beavatkozni ebbe a meccsbe. Váci is egyébként fantasztikus negyed órát produkált. Hát, ha most ezt is megfogjuk. Most nagyon zaklatottá vált a játék az előző 3-4 percben, senkinek nem jó egyébként. Lendületünket is elveszthetjük. Sajnos meg is van a gól, úgyhogy 9-7. És most fényeljünk, még 1 perc, 15 másodperc van ebből a kiállításból. Üres a kapunk továbbra is. Sinkovic is, Maracskó. Jó lenne ezt, megint ezt az egy percet valahogy szépen ezzel a támadással lepörgetni. Krigics, ő most egy kicsit eltűnt az előző pár percben, jó lenne egy gól tőle, meg is van. Ahogy mondtam, már is betalál, 10-7. Mond szerintem egy kicsit többször, hát akkor. Kérted és meg is kaptad. Igen, ez így van. Jó legyen így a következő pár percben is a mérkőzésen is, hogy kérésre jöjjenek a gólok. Negyed óra telt el. A fél idő felejénél járunk, és 13 góros vezetés. És még van egy pár másodperc kiállításból, de most nagyon úgy tűnik, hogy ezek a bepasszolások Szucs Bencének tökéletesen működnek a Balatonfürednél. Egyáltalán most így működik a Balatonfüred. Megpróbálnak beállóból gólokat lőni, egyelőre jól működik. Átlövésekben nem olyan hatékonyak, beállók viszont meg ilyen csak jól. Igen, ezt rendkívül jól megtalálják, lemozgó beállót. Na most aztán jöhet vissza Váci is a kapuba, úgyhogy kiegészültünk. Sinkovic, egyszerűen most nem tudják megállítani, 11-8. Nem tudom, emlékszel-e Balázs, de én úgy emlékszem, hogy még nem védett a Balatonfüred egy lövésünket sem. Tehát ilyen hatékonyan támadunk, azért ez egy elég komoly statisztikai adat. Így van. Tehát nagyon szépen ezeket a támadásokat gólokkal fejezzük be. Hát, ha itt megy a mérkőzés, akkor komoly eredményt el tudunk érni. Szőlősi. Kapus cserélte a Füred. Mert egy védése volt Andó Ariánnak, aztán most hát a másik kapusuknak. Aj, micsoda védés volt. Sajnos hátul ment ki a kapu mögött, úgyhogy, illetve nem, oldalvonal, ugye Balu? Jól láttam. Igen, bedobás volt. Bedobás volt. Bedobás jött a Füred. Cseréltek a Balatonfüredek
játékosoknál Varga Márton állt most be bal szélre, vagy bal átlövőbe. Először van most a pályán. Kostovic. Varga kapufát lőtt. Továbbra sem találják a kaput, most már 2 perc óta nem sikerült nekik gólt lőni. Remélhetőleg ez nem változik. Budakalászi oldal számára ez biztató, hogy elég hatékony most a védekezésünk, és a Balatonfeledi támadások pedig kevésbé. Kis Bence, Sinkovics. Kiskov Mihály jött egyébként most Maxim Helett a pályára, és megvan a sárga lap. Kemény kapja Kemény László. Úgyhogy most megnézzük, hogy Kiskovval beállóba hogy megy ez a támadás. Azért ő is elég jól tud helyezkedni. 7 méteres. Nagyon szépen kigyőzött be Kis Bence. Nagyon jól. Én azt gondolom, most nagyon szépen és nagyon hatékonyan ezekkel a támadásokban kidolgozzuk az akciókat, jól megtaláljuk az embert. Szinte azt mondom, hogy hibamentesen játszottuk le ezt az első 18 percet támadásokban. Talán egy eladott labdánk volt. És akkor még egyszer Tóth Rajmund végezheti el a hetest. Ezt most nem sikerült belőni. Ez az első védése volt Tóth Mihálynak. És ha már kiemeltük Sinkovicsot a első fél idő első felébe, akkor Kis Bencéről is sejtsünk néhány szót, mert rendkívül jól irányítja a kalászi csapatot. Nagyon okosan felépített támadásokat vezet, és hihetetlen jó szemmel látja meg a helyzeteket, és általában jól értékesíti azokat. Szőlősi. Varga. Megint beállóba. Itt viszont nagyon szépen védekezünk, de hát ez belül védekezés volt. Úgyhogy egy 7 méteres lesz. Ismételten beállóból voltak hatékonyak Fürediek. Kostovic ismételten odaáll egy heteshez. Most már azt tudom mondani, hogy szinte csak 7 méteresekből tudnak gólt lőni. Vagy beállóból. Ismételten gól. 11-9. Nekünk is kéne egy kicsit váltani. Az előző pár percben megakadtunk, de azt gondolom, hogy azért nem lehet panasz. 20. percben 11-9-re vezetünk a Balatonfüred ellen hazai pályán. Igen, azért ezt a 2 gólos előnyt tartjuk szerencsére. Aztán most balátlövőbe cserélünk, ahogy látom, Koncz Andris jött föl. Igen, Koncz Andris is többször jól lép be a mérkőzésekben. Most is remélem, többször majd átlövésből tud eredményes lehet. Konc és Bence. Na nézzük. Konc, nagyon szépen mozgatjuk a labdát. És Sinkovics óriási gólja ismét, 12-9. Hát én most nem számoltam balul, de szerintem ez már az 5. gólja volt legalább. Ha jól gondolom. 4-ből 4-et lőtt eddig. Akkor 4, de... 4-edik, igen. De akkor nem hibázik. A hihetetlen százalékkal lövi a gólokat. Na nézzük akkor megint egy védekezés, és most annyiban változott, hogy Vajda Huba jött be beállóba Balatonfürednél. Kostovicsot kéne megállítani, de kár, pedig olyan szépen Koncz Andris is ellophatta volna ezt a labdát, de szabálytalan volt a játékvezetők szerint. Szőlősi. Varga. Szépen fogja Tiskov és Maxim mindent megtesz, hogy ezt az akciót megakadályozza most, ezt a támadást. Szépen védekezünk, és most már ugye passzív is a játék. Lassan-lassan a Fadednek valamit ki kell találni ebben a támadásban, hiszen 2 passzuk van összesen. Hogy lőni kell, Varga. Most már Kostovicson a kéz. Egy lövés, nincs már se el kell lőni. Egy passz. Valaki egy, feladja egy a labdát, van. És onnan már lövés. Ezt meg kell fogni valahogy. Ide jó a sánc. Visszakapták Edobás, a labdát. De ugyanúgy egy passz marad. Igen. Nincs mese. Most ezt valahogy meg kell oldanunk. Lőni.
el fogják venni a játékvezetők, én azt gondolom. Hát még mindig viszi a labdát el. Varga, hihetetlen. Hát ez azért, és így lövik a gólt. Hát ez hogy volt? Hát hány paszt engedtek már? Na mindegy, 12-10. Ezt valahogy kiharcolták ezt a gólt, nem volt ebben az akcióban, mert egyáltalán. Elég hosszan hordozták a labdát, így egy passzal. De minden esetre Szőlősi nagyon szépen értékesítette, azt hiszem az első gólja is a mérkőzésen. És ez azért nem kis dolog, mert a 22. percben járunk. Csinkovic próbálkozott. Bocsánat, a második gólja. És egy csere, ismételten. Most Papp Bence jön a pályára, Csinkovic egy picit pihenőt kapott, azért nagyon komoly munkát végzett a 20 perc alatt. Papp Bence lesz helyette most egy pár percig biztosan. Kis. Konc. Áj, nem sikerült. Nagyon-nagyon kézre adta ezt a lövést, nem volt nagyon helyezve. És figyeljünk nagyon. Áj, hiba. Bóka hibájából jövünk tovább. Egy védekező kéz rendkívül jó tempóba ért a labdához, és Bóka erre nem számított, aztán róla hagyta el a pályát, vagy a labda pályát. Földre került, 2 perc, kemény kapja, lerántásért. Úgyhogy most nekben az akcióban még ember előnyben is leszünk. Egyébként a Balatonfüred első kiállítását kapta. Na ez egy jó lehetőség arra, hogy picit el tudjunk lépni. Hiszen 2 gólos előnyünk van jelenleg. Eddig 3 volt a legnagyobb különbség. Jó lenne a fél időre elmenni egy nagyobb különbséggel. Milyen érdekes ezt mondani egy Balatonfüred ellen, hogy nagyobb különbséggel szeretnénk egy fél időt zárni. Na, meglátjuk. Csinkovic. Papp nem tudom, hova akart ezt passzolni. Hornyák viszont megkapta a labdát, és ezből gólt is lő. Ott egy picit talán üres volt a beállóban. Nem tudom, Kiskovra várt talán Papp Bence. A füredi védelem jól kitolta a beállót, Kiskov Misit, és így nem került helyzetbe. Sajnos nem, hogy előny, 3 gólos előny lett volna ebbe a kiejtésben, nem 1 gólos lett a különbség. Konc, viszont ezt nagyon szépen megtalálta ezt a lövést. 13-11. Védhetetlen lövés. Ez most nagyon kellett azért, mégiscsak ember előnyben voltunk. Üres most a Balatonfüredi kapu közben. Bóka, Gosztovics, Hornyák. Talán most a legjobb sora van fönt a Balatonfürednek. Varga, Gosztovics. Szépen járatják a labdát, mi meg nagyon jól védekezünk. Ahogy kell. Koncz András nem engedett egy percre sem. Varga, Szőlősi. Új, de szép lövés volt, de a védés még szebb. Vácitól felemelkedett Szőlősi a levegőbe. Váci nagyon jól érezte, hova jön az a labda. Időkérés közben Csokni István érzi azt, hogy most érdemes időt kérni a 25. percben. Hogyan értékelnéd, Balú, ezt az első 25 percet? Mert azt gondolom, hogy elég jól kezdtük, aztán minthogyha azért most már az ellenfél is megérezte volna, hogy mi az ellenszer ennek a kalászi játéknak, hogy látod? Igen, azt gondolom, ahogy korábban is mondtam, hogy a Füred kapkodva kezdett, elkezdtek rohanni, ami nem sikerült nekik, és ugye aztán időt kértek, és kiegyensúlyozott támadásokat vezetnek azóta, hosszú lefolyású kiegyensúlyozott támadásokat. Ezeket nagyjából értékesítik, azonban Kalász az a gyors lerohanásokkal, illetve a hosszú játékokkal tudja tartani ezt a 2 gólos előnyt szerencsére. Aztán szerintem most Csoknyai István azért kért időt, hogy a fél idő előtt még megpróbáljunk egy-két gólt közé tenni. Nyilván ehhez a komoly védelem is kell. De most talán az utolsó 4 percben, utolsó 5 percben már a beálló játékot annyira nem tudták kihasználni, ami előrelépés lehet az előtte lévő 20 perchez képest. Szóval szerintem abszolút pozitív a Budakalász első fél ideje idáig. Igen, és hát ugye nagyon-nagyon sokszor előfordult, hogy hazai pályán mi képesek voltunk a legnagyobbak ellen is tartani magunkat, akár azt mondanám, hogy a Szeged ellen is volt nekünk egy döntetlenül első fél időnk, és bizony vertük már meg első fél időben pont a Szegedet egyszer, tehát mindenképpen van esélyünk, hogy Balatonfüred ellen is egy jó első fél időt játszunk.
Gott Rajmund jött egyébként most irányítóval, itt is volt egy kis csereg. Ez láb, két perc, bizony, ez két perc. És most akkor így mi leszünk emberelőnyben. Sőt, 7 másodpercig kettős emberelőnyben. Hetessel Bóka ment le most. Na hát ezt most azért ki kéne használni. Volna kéne ezt most már befejezni, ezt a támadást. Azért 4-en vannak 6 ellen. Ez azért elég nehéz kivédekezni, hogy meg kéne találni valamit. Koncz. Koncz András. Sinkovics is beüzte. Ajajajaj. Jól van, azért visszakaptuk a labdát. A kiállításból visszaérkező játékos letarolta az átlövőnket, és 7 méteres következik. Annyiban javítanám magamat, hogy Papp Bence volt, és nem Benjamin. De ki is viszont elvégezheti a hetest, és most akkor erre van nagy esély, hogy 3 gólos előny visszaálljon. Na nézzük. Meg is van. Jobb felső sarokba vétetett le lövés. 14-11. Nagyon jól kezdtük ezt a 2 percet, most akkor így el lehet mondani. És üres a füredi kapu. Ez egy technikás megoldás volt. Igen, látszott, hogy ez ki volt gondolva ez a lövés. Gyakorolhatta, biztos vagyok benne ki is. Ezeket a 7 métereseket. Így ellőni, Szőlősi. Igen, most ha jól tudom, akkor a büntetőket a Tóth Rajmund, a Varjú Martin, illetve a Kis Bence lövöldözték edzésen főként. Szőlősi. Nagyon szépen nem engedjük őket. Abszolút-e. Megfogjuk minden egyes támadás kezdeményezésüket. És most úgy tűnik, hogy beállóban sem tudnak mit kezdeni. Szőlősi. Varga. Ezt viszont nagyon szépen előtte. Nem tudtunk most felkészülni. 14-12. Sajnos Tiskov Misi teljesen eltolódott a védekezésbe, és azonnal kihasználta a füred. Arra figyelnünk kell, hogy az előző mérkőzéseken is azt én észrevettem, és tudom mennyire láttad, hogy ha Sinkovicsot lehozzuk a pályára, akkor kevésbé vagyunk annyira hatékonyak. Ezt kéne valahogy most elolvasolni, mert se Grigic, Juris Grigic, se kis Sinkovics nincs a pályán, és ebben az előző mérkőzésben is eléggé gólszegények voltunk, úgyhogy valószínűleg most azért meg kéne szórnunk magunkat egy Koncz Andristól, vagyis nem ilyen passzal kéne ezzel. Jaj, de kár volt ezért, ez a 2 perc megint elfutott, nem tudom mennyire gondolod ezt így, Balú. Ez abszolút így van, mondjuk most még szerencsére tudjuk tartani ezt a két gólos előnyt, tehát ez nem csökkent, eddig jó. De így legalább van, tehát ameddig nem csökken az előny, ez egy szuper dolog, mert tudnak pihenni azok a játékosok, akik elkezdték a meccset, ahogy említetted Grigics is és a Sinkovics is. Így a második fél idő elején akár új terővel térhetnek vissza. Igen, hát szükség lesz még rájuk bőven. Szőlősi, én nem tudom, nem volt ez lépés hiba? Hát inkább kétszer indulás. Igen. Nagyon furcsa volt, na mindegy. Lehet, hogy a bio elengedte, mert falttal együtt szedte össze. 14-13 közben, úgyhogy egy gólra feljött a füred. Ezekben a percekben most ők jöttek ki jobban. Annak ellenére, hogy volt nekünk 2 percünk, emberelőnyünk. Na Koncz. Jó lenne most a srácoknak egy góllal zárni ezt a támadást. És az utolsó 2 perccel volt. És megint egy 2 perces kiállítás. Na nézzük akkor, kit állít ki a játékvezető, ha jól látom. Vajda hova? Megy le, 7 percet kapott. 2. Úgyhogy az mérkőzés első félidejének végét, most 2 perccel vége előtt, a félidő vége előtt mi ember előnyben tölthetjük. Most nagyon-nagyon-nagyon jó lenne ezt akkor így góllal zárni, és tényleg 2 gólos előnnyel akár a fél időben is elmenni. Na nézzük akkor, Koncz most Maracskó jobb szélen, Kiskó beállóban, illetve hát Kiskó és Maxim együtt a pályán. De nagyon kár volt. Az a lövés. Most egyébként a kapros hatékonysága is feljavult a Fürednek, de hát ezek a lövések minőségétől is függenek azért, hogy hova lövjük most ezeket. Mi? Nekünk volt egy pár kapkodós befejezésünk. És ugyanis a füredi kapu.
Másfél perc van még egyébként a mérkőzésből, a kiállításból is nagyjából, illetve az első félidőből, ugyanúgy a kiállításból. Áj, ez gól. És akkor most 14-14. Varga. Valahogy nem működünk most jól, de hát vannak ilyen periódusi a mérkőzéseknek mindkét oldalon. Jamás első félidő végére fogytunk el egy kicsit is. Monc, gyerünk srácok, lőjünk egy gólt. Meg is van, Tiskó megkapta, és ezzel 15-14. Így fordulunk az utolsó perce a félidőben. Egy gólos előnyben vagyunk. És még van kiállításuk a firedieknek, 40 másodperc. Arra is lehetne itt most appellálni, hogy esetleg egy labdát lopunk, és üres kapu. De már azért is megelégszünk, hogyha marad ez a plusz egy. Úgy van, ki kellene védekezni ezt a támadást. Szöllősi. Visszakapja. Arsztovics, őt is fogjuk. Aj, összeütközött a két füredi játékos, és visszakapják a labdát. Pedig hát ez egy eléggé nagy komoly technikai probléma volt. Rosszul zártak. És törlés van, és hát van 25 másodperc még a félidőből. A játékvezetőknek nincs fönn a kezük, úgyhogy ezt az akciót valószínűleg most már a Füred végig tudja támadni. Most már csak az a lényeg, hogy ne góllal fejezzék be a budakalászi oldalról számítva. És akkor egy gólos hazai vezetéssel lehet öltözőbe vonulni. Azok után, hogy volt már 3 gól is ezen a félidőben. De hát elégedettenek nem kell, hogy legyünk akkor sem, ha egy gólos lesz az előny. Na nézzük akkor, hogy tudjuk ezt mi kivédekezni. Varga, Osztovics, pörögnek a másodpercek. Játékvezetőknek továbbra sincs fönn a kezük, úgyhogy van még mindig támadási lehet. És ez viszont egy eladott labda. Visszakapják mégiscsak. 8 másodperc. Na nézzük. Áj, micsoda gólt kapunk a végén. Így lesz 15-15. Jaj, de nagyon kár volt ezért. Végig vezettük a félidőt 2-3 góllal, és 15-15-tel fejezi be a Balatonfüred és a Budakalász az első félidőt. Azt mondanám, hogy jó eredménye ez, de hát én szerintem elégedetlenek lesznek a fiúk az öltözőben, nem Balu? Abszolút így gondolom, mert ezt a két gólt itt az utolsó pár percben vesztettük el. Hát akkor ezzel a utolsó gondolattal fejezzük az első félidőt, és akkor várunk vissza mindenki természetesen a második félidőre azzal, hogy 15-15, és akkor reméljük egy jobb folytatást. Ismételten köszöntöm Önöket a TV Budakalász műsorában. A SZIE Budakalász Balatonfüred kézilabda mérkőzés második félidőjével folytatjuk. 15-15-ös állásról. Az első félidőben 3 góllal is vezetett már a hazai csapat, és fantasztikus játékkal a Balatonfüred ellen vezettünk. Aztán a végén, első félidő végén egy picit a játékunk nem már azt a képet mutatta, és így az ellenfél 15-15-re egyenlített, és ezzel kezdődhet a második félidő. Cseh Balázzsal folytatjuk, a Farkasvár Diáksport kézilabda csapatának edzőjével, játékosával. És hát ugye azzal fejeztük, hogy milyen jó teljesítményeket láttunk az első félidőben, és hát ugye ki kell emelni Sinkovics Benjamint. Ez abszolút így van. Most ahogy látjuk, a kalásziak a kezdősorral kezdik a második, vagy hát az első félidei kezdősorral kezdik a második félidőt is. Ugye Grigics is fent van a pályán, aki 4x3-at lőtt. Itt van Sinkovics Benjamin is, aki 4x4-et lőtt. A Maxim is játszik, aki 1x1-et. Tehát ők voltak, akik kevesebbet hibáztak, reméljük, hogy a második félidőt olyan jól tudják elindítani, mint az elsőt. És hát ugye akkor a Balatonfüredi csapatnál is azért ki kell emelni a Gostovics játékát, hiszen ő is nagyon hatékonyan, ugye most már mérkőzések óta a húz embere a Fürediaknek. Igen. Beállóból is nagyon szépen Szűcs Bence több találattal vette ki a részét ebből a 15 gólból, úgyhogy meglátjuk, hogy ezen a mérkőzésen a második félidőben most mit látunk. Azért el kell, hogy mondjuk, hogy a szezonban a második félidőt mindig jobban játssza a Budakalász, és
többször meg is nyertük már a második félidőt a szezonban, akár idegenben, akár hazai pályán játszottunk, úgyhogy lehetőségünk van most ismételni, ha ezt megtesszük, akkor a mérkőzés is megnyernénk, úgyhogy meglátjuk. Ugye említettük még a mérkőzés elején, hogy az elmúlt két szezonban a hazai pályát döntetlenül mérkőzést hozott mind a két szezonban, legutóbb 2019-ben tudott a Füred nyerni, azóta két hazai döntetlen, szóval benne van ebben a mérkőzésben a döntetlen is, mind a három eredmény természetesen, de vízzünk benne, hogy a győzelem lesz itt a cél, és hát akkor kezdődött Gyurics Grigics találatával a félidő, ahogy mi ezt be is harangoztunk, 16-15. És akkor a válasz a másik oldalon, a szerb játékostól, aki Retanović, ugye a Bresttől jött ebben a szezonban külföldi igazolása a Fürednek, és megint egy hasonló gól, mint az első félidőben láttunk. Sinkovicstől ezt most Maxim lőtte, 17-16. Nagyon nem figyelt a Fürednél. A jobb kezét, a fegyverét nem sikerült megfogniuk. Kihasználta. És úgy tűnik egyébként, hogy a Füred továbbra is azzal a sorral játszik, amelyet az első félidőben láttunk. Tehát itt most nagyon nem cserélt György László vezetőedző. Bízik ebben a játékos felállásban továbbra is. Azért vannak még nagyon jó játékosok a kispadon a füredi oldalról, akik majd még a mérkőzésben valószínűleg be is állnak. De még ezt a sort használja a Füred. Szöllősi. Kornyák. És most már passzív a játék. Nem nagyon lehet most már csak úgy dobálni a labdát. Fantasztikus volt a sánc. És jöhetünk a két gólos vezetésért. Nagyjából úgy kezdhetjük a másik félidőt, mint az elsőt. Sinkovics. Varjú, látjuk újra a pályán, szerencsére nem komoly a sérülés, az első félidőben egy nagyon rosszat mozdult. Aggódtunk érte, de úgy tűnik megoldódott a probléma és visszatért. Jobb szélre jó lesz ő is most már, reméljük. Maxim, Sinkovics, Pap, Kisbence, Gyurics Grigics, nagyon szépen visszaadja Sinkovicsnak. Ezt most kapusba lőtte, és egy nagyon szemfüles támadás, indítás, és 17. Sinkovics ezt megint ellőtte, viszont visszakaptuk a labdát, most kétszer volt kevésbé olyan hatékony Benjamin, mint az elején. Figyeljünk azért, hogy nem lehet csak úgy vaktába lövöldözni. Bízunk benne, hogy azért ezek a lövések még jobbak lesznek. A fél időben Kis irányítóban már nagyon dicsértük az első fél időben a játékát. Szépen szervezi most már az akciókat, és ezek a támadások is már jól működnek az előző mérkőzéseken, és nagyon sokszor használta ki ezt az adottságát, kiállításokat is tudunk ebből nagyon sokszor szerezni. Sinkovicsot fogta meg a Fajred, de továbbra is beállóban most Vajdahuba, illetve a védekezésben Vajdahuba is Kelemen van a Fürednél, és ahogy nem sikerült Varjúnak, pedig szép lett volna ez. Marad nagyon kiszorított szögből kellett beugrania, és ezt a kapus védeni is tudta. Én, ha jól emlékszem, egyébként a Füred ezen a mérkőzésen még egyszer sem vezetett. Ezt jó lenne elkerülni, akár ebben a támadásban is. És ha átbillen a másik oldalra, a mérleg onnantól kezdve nekünk is nehezebb lesz. Szőlősinek most a labda. Varga. Bóka. És jó a védelem. Passzív már a játék. És újra Balatonfüredi vezetés, amit említettem, hogy ezt most megszerezték. Gosztovics révén. Most már nagyon-nagyon figyeljünk. Jó kezdtük egyébként a fél időt. Az első két támadásból gól is született. Most nekünk is vissza kell kapni ezt a lendületet. Nem szabad engedni a Füredet, hogy ellógjanak. Kovács Dominik jobb bal szélen egyébként, Grigics a pályán, Sinkovics, Grigics, Gyurics Grigics,
megfogták, és nem nagyon engedik most már azért őt sem. Csak elvégezzük ezt a szabad dobást. Maxim jött a pályára ismét, beállóba, Sinkovics kapja a labdát, és Őrics Gigicsé, és megvan. Ezeket a lövéseket nagyon tudja. Csípőből ellőtte, és gól, 18-18. Nagyon szép és már. Okos megoldás volt. Ajajaj, ez két perc lesz. Sinkovicsot valószínűleg ki is állítják, nagyon csúnyán. Labdát talált pedig, a labdás kezet, az ütötte meg a fejét a játékosnak. Most nem gondolnám, hogy piros lapnak kéne lennie. Ezt vitatják meg a játékvezetők. Én nagyon bízom benne, hogy az csak két perc lesz, igen. Igen, a piros lap az sok lett volna. Sinkovics leül. Talán ezt most megúsztuk, ugye itt nincs videó visszajátszás, bármennyire is szeretnénk esetleg azt mondani, hogy ezt meg lehetett volna akár nézni, hogyha vitás az eset. A játékvezetők azért jól látták, ahogy mi is. Két perces kiállítás azért van. Egy ember hátrányban kell, hogy ezt a támadást most végigvédekezzük. Na nézzük. Jó lenne azért továbbra is azt a nagyszerű játékot látni, amit a második első fél időben a védekezésben is megmutattak a srácok. Mindig megy a labda. Most szélre, Bokának, Szöllősi. Egyelőre nehezen találják, hogy mit szeretnének játszani, és viszont ez most gól. Ugye kiemeltem már a mérkőzésen sokszor Gosztovics. 19-18. Ugye Gosztovics játékát kiemeltem már, hogy ő nagyon-nagyon hatékonyan játszik mérkőzések óta. Nagyon fontos lesz, hogy őt hogy tudjuk fogni majd. Ugye most vagyunk egy percnél, ami a kiállításból még hátra van, és üres a kapunk. Pap. Jürgen Kirgics. Ugye Pap Bence jött be most Sinkovics helyett. Ugye nagyon fölélődte. Sajnos, úgyhogy marad az egygólos vendégvezetés. Német volt egy pillanatra a pályán. Német Balázs, de visszajött Szöllősi a vendégeknél. A második fél időben a füredi védekezés az jelentősen felkeményedett az elsőhöz képest. Egyelőre ezzel birkózik a Budakalás csapata. Hát ezt most nagyon üresen hagytuk. És két gólos előny lett hirtelen, Vajdahuban találatával 20-18, hát ez a két perces kiállítás most nagyon nem működik, vagyis legalábbis a védekezése, kivédekezése, a Fülednek viszont most nagyon sikeres 3-4 perce volt. Közben kapust is cseréltünk, Georgieszki, Váci Daniel jött jön a kapuba vissza, Kiskor megbeállóban van. Bence, Pap, Gőrics Grigics, Kis. Ugye Sinkovics továbbra is padon ül, és időt kért Csoknya István. Nagyon fontos pár perc volt ez, abból a szempontból, hogy most nagyon nem találtuk az ellenszerét a nagyszerű védekezésnek a Fürednél. Vajon ki kell, vajon mit találhatnak most ki a falásziak? Mire gondolsz, Balú, hogy mi lehet itt az ellenszer most? Hát azt gondolom, vagy hát azt látom, hogy rendkívül jó időben találják meg a faltokat, és tördelik a Kalásznak a támadó játékát. Nem tudom, hogy Csoknyai István most mit fog kérni a srácoktól, de elképzelhető, hogy az átlövéseket most picit parkolópályára fogják tenni, mert az utóbbi 2-3 átlövés ez nem sikerült túl jól. Elképzelhető, hogy szélesítik a játékot, és megpróbálják széthúzni a falat, egy-egyekre bízni a megoldásokat, akár előnyszerzésekre és abból tovább játékokra. Hát meglátjuk, hogy mihez nyúl a hazai edző, és hogy reméljük, hogy a srácok jól tudják ezt lejátszani. De ahogy látom, két gyorslábú játékos hoztak föl, tehát a Kis Bence is, meg a Tóth Rajmund is feljött, ami a cselezés és a előnyszerzés fogja elősegíteni.
És akkor két gólos hátrányból folytatódik a meccs. És ahogy látható, 7-6-ban támadunk. Nincs kapus. Igen, most váltottunk taktikailag is. Megnézzük, hogy ez a felállás hogyan tudja segíteni a játékunkat. Kis. Ugye Tiskov és Maxim is próbálja a labdát a passzoknál megkapni, vagy legalábbis próbálunk nekik passzolni. Szépen próbál Tiskov zárni. Jaj, de kár ezért belépett Varjú, nem adták meg a gólt. Már úgy éreztem, hogy Kis Bencének is megvolt a helye. De aztán végül is Varjú is be tudott menni, csak vonalra csúszott a lába. Itt továbbra is marad a két gólos hátrány. Ez a támadás az nem volt hatékony. Ez a folytatás akkor egy füledi támadással, Szöllősi. Előre nagyon-nagyon-nagyon jól megmozgatják most már ezt a támadást. Nagyon látszik, hogy azért a szünetben Füred is kitalált valamit. Hát meg most a kinti területekről sokkal eredményesebbek, mint az első fél időben. Ugye Kapusti cserélt a hazai csapat, bízva abba, hogy beleakad egy-két átlövésbe. Nem tudtuk sajnos úgy kezdeni ezt a fél időt, ahogy szerettük volna. Azért azt gondolom, hogy az elején elindult a szekér a fél időben, aztán most megakadtunk. Nem jönnek a gólok, nem sikerült. Ugye Sinkovics kapott egy 2 percet, és mindenképpen megakasztotta is minket. Reméljük azért visszajön ez a pár perc még. És jönnek a gólok ismét. De hát elsődleges most a védekezés, mert ebben kevésbé voltunk most hatékonyak. Szöllősi, ezt most megfogjuk. Micsoda jó védés, sajnos nem sikerült. Illetve hát fejbe lőtte, nem? Fejtalálat volt. Egy csúnyán eldőlt Jorgeszki, 2 percet kapott ezért Vajdahuba. Ez a szabály. Ez az új szabály, igen, hogyha fejhez lövik a labdát és eltalálja, akkor általában pirosat szoktak adni, de itt azért nem ez történt, mert a kapus mozgás közben volt, és eközben találtál a játékos, tehát nem álló helyben lőtte meg a fejét, hanem egy védés közben. Igen, ezt a szabályt a kapusok védelmében is hozták, próbálni minél kevesebb ilyen sérülésben kapusokat megakadályozni, hogy ilyen sérüléseket szenvedjenek. Hát ugye ez nagyon kellemetlen egy fejbelövés, ez egy nagyon erős labda volt, elég komolyan el lehet borulni egy ilyentől. Úgyhogy 2 perc most, ami az ember előnyt illeti. Ebben az akcióban mindenképpen jó lenne valamit kitalálni. Ugye 9 perc telt el ebből a második fél időből, és eddig csak 3 gólt sikerült lőnünk, míg 5-öt a Füred. Ez talán most kevés volt, nagyon. De az első fél időben ilyenkor már 7 gólt is találtunk. Ez a különbség ezen a találkozón most talán. Sinkovics vissza a pályára, ez jól nekünk. Gyurics Grigicsel közösen. És nagyon Benjamin is megtalálja most a lövéseit. Gyurics Grigics, Sinkovics. Meg is van, és a blokk az most jól lett. Sajnos ez nem sikerült, úgyhogy Bóka indulhat el. Megvan a találat sajnos. 21-18, és ezt most ember hátrányból szerezték. Nagyon nem sikerülnek most ezek a percek a kalásziaknál. Nem megy a támadásokban, nem sikeresek vagyunk, ez most látszik. Varjú, Sinkovics, Jurics Grigics Kis. Most Varjú talán egy picit később kapta meg, volt ott egy ütközés. Nem tudom, valahogy olyan zaklatott most a kalászi játék, nem tudom, hogy látod ez való, de nem találjuk most azt a ritmust, ami kéne nekünk. Igen, ahogy mondtam korábban, hogy ahogy kijött a második fél időre a Füred, az azért jelentős javulás történt, és sokkal keményebb faltokat helyeznek el a kalászi játékosokon. Most is az volt, vagy azt láthattuk, hogy érkezett egy ütközés a szélsővédő Kis Bencéhez, és abból nem is tudott tovább passzolni pontosan. És tördelik a játékot, és egyelőre a kalász nem találta meg a kulcsát
ennek a védelemnek a feltöréséhez, vagy feltörésére. Igen, hát ugye említettem már, hogy három gólnál járunk 10 perc után a második félidőben, ez azért így egyértelmű, nem csak mondjuk egy Füred ellen, de hát ugye a Füred azért kvalitású csapat, mert megtalált egy olyan játékot, amivel a támadásaink hatékonyságát gyengíti, tehát nem azért nem lövünk jól, vagy nem találjuk a gólokat, mert mi vagyunk rosszabbak, hanem azért, mert feljavult a Füred. És hát ne feledjük, a bajnokság negyedik helyezettjéről van szó, Európa Liga csapat. És ha már Európa Liga, akkor olyan mérkőzések várnak rájuk most, amiket akár hozhatnak is, mert ugye az első két meccsük a csoport két elsőjével volt, akiktől sajnos kikaptak, viszont a többi csoporttaggal akár szoros mérkőzést is játszhatnak. És most hát szurkolunk nekik a nemzetközi mezőnyben. Most kellett egy lévés nagy közben, mert hogy már négy gól is lehetett volna a hátrányunk, viszont ez csak inkább csökkent kettőre Kovács Dominik találatával. Most ebből jól jöttünk ki talán, 19 találatunkat is megszereztük. 21-19, két gólos hátrány, és kiegészültek most a csapatok, úgyhogy jó lenne azért kis energiát meríteni abból, hogy nem engedtük el a Füredet. Igen, van esélyünk még mindig ezen a meccsen. Nagyon szép labdaszerzés. Így van, gyerünk. Szép, Varjúdnak egy passz, Sinkovic, majdnem belemeni. Nem, ez nagyon kár. Egyébként Kovács Dominik is mutatta azt, hogy lehetett volna neki passzolni. Sinkovic nem tette meg. Nem kell természetesen Sinkovicot ezért leszídnünk, de most talán Benjamin lövéseiben hiányoznak a pontosság. Igen, a kapu felső területét lövöldözi, amiben nagyon jó széles fesztávja van a kapusnak, és jó beleakad. Két perc. Lehet célszerűbb lenne az alsó területeket lövöldözni neki. Közben Dávid Máté megkapta a második két percét a meccsen. Úgyhogy nem nagyon sokat játszott sajnos, mert amikor be is jött, akkor legtöbbször kiállítást kapott. Illetve ez a harmadik volt. Így van. Meg is kaptuk az infót, úgyhogy ő már többet nem jön vissza a meccsre. A védekezésben nem segíti a csapatot, be is megy az öltözőbe egyébként. Két perc, és ember hátrányban vagyunk. Ez a modern kézilabdában ez már nem annyira nagy hátrány, hiszen erre nagyon fel vagyunk készülve, fel vannak készítve a csapatok, akár támadásba, akár védekezésbe, de azért energiát bőven elvisz tőlünk, úgyhogy extra percek ezek. Nagyon szépen próbálják szétnyitni a falat ezzel a támadással. Nagyon szép. Viszont Varjú elkapja a labdát. Majdnem elrontották. De azért Kovács Dominik belőtte. Meg akarta oldani Varjú, hogy átpasszolja Kovácsnak a játékvezető feje fölött. Hát rosszul is elsületett volna ez, de ez végül megmaradt ez a gól. Szerencséje volt ideje korrigálni Dominiknak, és utána kegyetlenül be is verte hosszú alsóba. Egy gólos lett gyorsan a hátrányunk. Ez most nagyon, nagyon kellemes eredmény megint. Viszont újra kettő gól, amint kimondtam már is. És amit ki kell emelni, hogy Sretenovic védekezésben és támadásban is nagyon hatékony, a második gólját lőtte. Reméljük, hogy többet nem talál be. Sinkovic. Tóth. Varjú. Gyurics Grigics. Ugye üres a kapunk jelenleg, még mindig tart a kiállításból, 40 másodperc van. Maxim van beállóban. Tóth Rajmund. Grigics, Tóth, nagyon szép volt ez a... Én legyen kár, azért az jobb kézzel nem volt egyszerű, már kisodródott. Nem, az ráadásul a kapus fel is kínálta neki a rövid fősőt, amit meg is lőtt, csak ugye felkínálta és oda nyúlt a kapus. Lassan-lassan lepörögnek a kiállítás másodpercei. Megint beállóból.
ez nagyon megy a Balatonfirednek ezen a meccsen. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Szűcs Bence találatával ismét 3 gól. Volt 1 gól is egyébként, és most hirtelen megint 3 lett. Kár ezért, mert úgy tűnt, hogy mintha megint partival lennénk. Újra kell most építkezni. Ugye 2 perces kiállításunk volt, ez most nem sikerült ezt megoldani. Sinkovics újra visszajött a pályára. Benjinek kéne valamit összehozni, mert nem megy most egyelőre neki. Ez egy lokról megpattanó lövés, így lett jó. Kellett ez a találat nagyon, 21-23. Ez egy szerencsés találat volt. De hát reméljük, hogy a hátralévő időben lesznek még ilyenek, ami pattog, és akár bemegy. Nekem egyébként az a feltűnő, hogy a Füred még mindig azzal a sorral játszik, amelyet az első fél időben használ, tehát nincs nagyon pihentetés a Fürednél. Nem tudom, te hogy látod így ezt? Így van, mondjuk most a beállóba eddig pihentették a Szűcsöt, és most hozták föl, amivel a védelemben azért jelentősen megnőtt a fal. Hú, micsoda átvétel volt Kiskoptól! Egy tette a másik kezére, és belőtte a 22. gólunkat, úgyhogy a 3 gólról megint csak 1 gólos a hátrány. Ezt azért technikailag megoldani. Szép volt nagyon. Én mondanám, hogy a meccs gólja eddig. Nem tudom, te hogy várta, hogy láttad. Nagyon szép megoldás volt. Hibátlan ez a leforgás, meg ahogy húzta a védő is. Ajj, most lehetett volna, meg is van a labda, nem sikerült most talán először bejátszani Szűcs Bencének. Szóval csak azért emeltem ki, hogy valószínűleg a Füred is tudja, hogy nagyon fontos ez a meccs, mert itt a legjobbaknak kell most megmutatni a magukat. Kovács Dominik meg egyenlít. És időt is kér a Balaton Füred, hiszen 3 gólos előnyből hirtelen egyenlő van, döntetlen 23-23. Micsoda 3-4 percünk volt. Te azt mondtad a Tiskov Misi góljáról, hogy az a meccs gólja, szerintem inkább ez volt. Na, hát ez egy szebb megoldás volt szerintem. Egyszerű. Kovács Dominik azért látszik, hogy megint meghozta a jobb alszéren a formáját. Egy fiatal játékos van, most már második, harmadik szezonjában mutatkozik, és egy nagyobb szerepet kap, és tényleg szépen játszik. Varjú ugye jobb szélen, bal szélen Kovács. Ugye Varjú Dominiknak ne felejtjük, volt egy pici sérülés az elején, talán ez is hátráltatja ezen a meccsen. Óvatosabb. Nem biztos, hogy úgy lép, úgy fut, úgy támaszt ki, mint ahogy az első félidő elején. Most azt gondolom, hogy mivel a félidő közepén járunk és egál van, így ezen a mérkőzésen itt most tényleg már csak bizonyos szituációk döntenek, egy-egy jó eltalált lövés, akár az, hogy hogyan tudjuk kivédekezni a támadásokat. Ez abszolút így van, ugye? Plusz jön az a nehezítő faktor, illetve nehezítő tényező, hogy fáradnak a játékosok. Ilyenkor jön a rutin. Ki tud higgadtabban gondolkodni. És ezek az apróságok fognak dönteni a mérkőzés végén. Ugye Varga Márton most bal átlövőben a Fürednél, ő jött egy pár percre be. Próbált azért frissíteni a Füred is. Golovics. Gosztovics, bocsánat, és hát most elejött labda, Szöllősitől egy hiba, és átvegyük ismételten a vezetést. Rég volt már ilyen, a második fél idő elején erre volt példa. Most 3 gólos előnyből, hátrányból lehetne egy gólos előnyünk. Sinkovics pályán, és Tóth Rajdmund is, irányítóban. Hürics Grigics. Varjú. Varjú visszakapja. Varjú, hát most jobb, majdnem azt mondom, hogy bal szélről lőtte a jobb szélsőnk a gólt. Egy gólos vezetés. Visszaszereztük az előnyt. 4 gólt lőttünk úgy, hogy a Füred nem talált be. Nagyszerű pár perc volt. Ezt folytassuk. Megvan most a lendület, mindenki megtalálta azt a motivált pár percét, amivel ezt a meccset végig lehet nyomni. Szőlősi. Varga visszakapja, és jó. Kapusba lövi.
Úgyhogy továbbra is képtelenek gólt lőni a fülediek. Sinkovics elindul, Grujic. Grujic Grigicnek most picit talán a nyugalomra intette a meccs ezen a szakaszon a játékosokat, hogy nyugi-nyugi, van percünk, van időnk, nem kell rohanni, mi vezetünk. Védekezzen a Füred. Tóth, Juric Grigic, oly micsoda lövés! Atyaisten, mekkora gól volt! 25-23! Ez is versenybe szállhat a meccsgólya címér. Igen, lassan kiírhatunk egy közönség szavazást. Ez kegyetlenül bedobta, belőtte. Volt már két gólos előnyünk az első fél időben. Vajon ebből a Füred, ebből a kis hullám völgyből hogy tud kijönni, mert egyelőre nem találják magukat. Most úgy néz ki, hogy a Kalásznak a védelme is felkeményedett. És most nem is jöttek a kinti területről való lövések. Megvan a jó időben mondom, mert most se. Egyelőre nem találják Georgievski ellen az ellenszert a fürediek. Fantasztikusan védett az elmúlt pár percben. Meg rendkívül jó a védelem előtte, azt is említsük meg. Szóval ez most a mi percünk, mi 5-6 percünk, és hát ezt folytatni kéne, a mérkőzésből van még 10 perc. Itt most nagyon komoly előnyünk van. Sinkovics. Egyelőre most talán ő kevésbé tud annyit hozzátenni a csapathoz. Állj előttük talán kicsit Tóth Rajmund volt, merész. Nem baj, hát ha nem volt 7 méteres, 2 perc. Igen, Sinkovics kapja, és hát sajnos ez most már neki a második, harmadik? Nem tudom, szerintem a második. Aggódok, de azt hiszem a második kiállítás a Sinkovicsnak. Úgyhogy ő most talán egy kicsit fegyelmezetlen volt ennél. Nem biztos, hogy kellett volna Bókát megfognia. Hagyni kellett volna ehhez. Második, igen. Második kiállítás, úgyhogy még azért visszajöheti a pályára majd. Gosztovics lövése következik, 7 méterese. És akkor Georgievski. Megbeszélik egyébként, nyelvi probléma nincs. Remélem mondta neki, hogy lőd a jobb alsót. Ő jobb alsóban lövi és kivédi. Gosztovics majd megzavart egy talán egy kicsit a fejét. Na nézzük. Kivédte! Jaj, de nagyon kár volt! Jaj, de kár. Még megfogta az első kísérletet, a másodikra az meg nem sikerült. Lehet úgy volt, hogy mondta, mert a jobb alsót lőtte. Igen. Igazad lesz. 25-24. Na nem baj. Menjünk tovább, azért nem lehetett azt gondolni, hogy ez a Füred feladta ezt a meccset még úgy, hogy megakadtak ők is. Most nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy mit tudunk a következő percekben támadásban véghez vinni, ugye Sinkovics nélkül még mindig. Juric Grigic. Kiskov ellen kemény volt, kemény. Nem engedte nagyon Kiskovot, de hát szabálytalan is volt közben. Még egy percig megy a kiállítás, üres a kapunk azért, ezt ki kell, hogy emeljük. Kis Bence, el kell, hogy induljon Juric Grigic. Hú, de szép visszacsávolt. Megvan! Kapus lábai között, és közben Varga még egy 2 percet is kap. Gól és 2 perc. Csoknya István egyébként Csiskóval egy picit most vitatkozik. Vége közben. Két gólos előny, és ugye van még egy perc a mi kiállításunkból, és 2 perc ugye a Fürediből, nagyjából ezek az adatok. Grigicsnek ez volt a 8. gólja, 9 lövésből. Fantasztikus az ő teljesítménye. Igen. Azt hiszem, hogy ha ezt még egy 6-7 percig képes végigvinni, akkor itt nagyon komoly eredmény lesz. Így van, már így is kiemelkedő, de azért még kicsit... Most van egy cseresz, Metán Máté van irányítóban egyébként, és egy újabb védés! És még egy! És két védés sem elég ahhoz, hogy ezt az akciót gól nélkül végig vigyük. 7 méterest kapott egyébként a Füred. Mondd meg nekem, légy szíves, itt mi volt az oka.
ennek. Én nem nagyon tudom ezt így felfogni. Megmondom őszintén, hogy annyira elragadtak az érzelmek, és annyira örültem a két védésnek, hogy nem nagyon figyeltem, de szerintem hátulról volt valami lökésszerűség. Igen. De nem vagyok ebben biztos, szerintem kétes szituáció volt. Osztovics megint a 7 métereshez készül. Na, akkor ismételjük meg ezt a az előző fogást. Percet. Jobb alsót lője megint. Igen. És oda lőtte, de most nem sikerült kivédenie Jörgi Eszinek. 26-25. Ugye ezek azok a percek, amelyek sorsdöntőek lesznek. Ki hogy milyen módon találja meg a kaput, azokat a lövéseket. Jurics Grigicsel hogyan számolhatunk Sinkovics nélkül jelenleg. Még 7 másodperc van a kiállításunkból, és utána ember előnybe kerülünk, úgyhogy akcióra erre felkészülhetünk, hogy lesz lehetőségünk azért gólszerzésre megint. Tóth Rajmond, Varjú, Kis Bence, visszakapja Tóth, Jurics Grigics, megint előtte a 9. gólja, 27-25. Egyelőre a nap, a meccs emberéről beszélünk, az kétségtelen. Bármi is legyen ezen a találkozón, Smetál jön vissza ismét irányítóba. Reméljük, hogy folytatjuk a fantasztikus védekezést. 18 másodperc van még a Balatonfüredi kiállításból. Lassan az is lepörög. És Füredi kapu így valószínűleg hamarosan nem lesz már üres. Smetán. Elég rossz passz volt. Passzív. Így van. Áj. Ez kiállítás lesz. Áj, basszus kulcs. Maxim volt az, aki két megfogta Kostovicsot. Úgyhogy mi kerülünk 2 perces hátrányba. Sajnos levitte a testsúlyát, és ugye a magas játékos nehezebben tud lemenni oda, és látványos volt, mert nyújtott karral fogta a játékost, aki el tudott menni mellette, és azt rántotta vissza. Most ember hátrányba kell védekeznünk. Van 7 perc a mérkőzésből. Smetán. Osztovics. Hát ez megint 2 perc lesz. Jaj, nem. És a Sinkovics volt a szabálytalan. Figyeljünk most már nagyon neki. Nem, szerencsére ez nem. Hál' szemből Istenek. Történt a fault. Ezért most neki nagyon figyelnie kell. 2 kiállítása van már. Piós lappal leküldhetik egy újabb kiállítás esetében. Törölni kell közben. Egy fiúk pihenhetnek. Ezek most nagyon fontos pillanatok az ilyen meccsen, amikor az utolsó jó pár percre kell még az energia. Ismételten töröltek. Smetán most irányítóban. Szöllősinek nagyon nem ment ezen a meccsen irányítóban, úgy tűnt nekem. Most megpróbált egy mást figurával a Füred. Ajaj. Ez egy nagyon-nagyon szép. Az föláll, ha Varjút szerintem ellökték, de hát a játékvezető tovább intette. És most akkor hornyák, ez most mi van? Ajaj. Mi történt? Én úgy láttam egyébként, hogy rosszul lépett. Igen. Hornyák. Ahogy felugrott. De most a játékvezetők meg is tanakodnak. Csoknyi István elég mérges, ideges. De most valójában 2 perc. Kovács Igen, Dominik. Ez egy nehéz szituáció, mert Kovács Dominik már elfoglalta a védő pozícióját, csak ugye a rutinos szélső meg kihasználta azt, hogy kiszorított helyzetből lő, és ráugrott, illetve rálépett Kovács Dominik lábára, és ezt fújták be. Hogyha kihagyja a lövést, akkor ilyenkor 7 méterre szoktak fújni. Ez most bement. Nem gondolom, hogy direkt történt, mert nyilván nem akar magának rosszat, de rutinos volt abból a szempontból, hogy ráugrott a védekező játékosra.
reméljük, hogy semmi komoly problémája nincsen. Hornyákot egyébként Csinkovics Benjamin is segítette le, úgyhogy eléggé fair play-nek mondható a mozdulat. És hát Hornyák most megvizsgálják Hornyákot, hogy mi lehet a sérülése. Nekünk egyébként kettős ember hátrányunk van. És ugye most üres a kapunk, tehát tényleg ember hátrányba kell, hogy ezt a támadást valahogy végigjátsszuk. Igen, és ez rengeteg idő, másfél perc. Óriási energia. Még amely kettős ember hátrányba vagyunk. Hát nagyon sok energia. De most levittük a kapust. Így öten támadnak a srácok. Ugye még a játékvezetők azért engedik, de hát nem fog ez sokáig menni így. Csinkovics, Tóth Bence, Kis Bence egyébként, Csinkovics, Tóth Rajmund, Kis Bence visszakapja. Jó lenne valamit kiharcolni, így van egy szabad dobás. Most ez nagyon kell, hogy azért neked kiharcolja valaki, mert megy az óra, és a játékvezetők addig azért nem adnak passzívot. Kis, amíg a támadások azat építgetjük. Aj, micsoda gól lett volna ez, bemegy Varjútól, hátulról megfordulva. Nem lett egyébként 7 méteres, Varjú azt gondolta, hogy majd azt kap. 36 másodpercig még mindig kettős kiállításunk van. Sinkovics, na most a passzív, gyerünk srácok kitalálni valamit. Sinkovics, Juric Girgics, megfogják, jó, ez szabálytalan, egy passzunk van, úgyhogy lőni kell. Na most kíváncsi vagyok, hogy hogyan engedik ezt az egy passzot, az előző fél időben láttunk ilyet. Jaj, hát ez most mi volt Varjútól? Na hát nem mondok semmit. És kivédte, kivédte, micsoda védés volt Gyurgyevszkitől. Jóvá tette azt, amit Varjú elrontott ott a szabad dobásnál. És visszanézném, mert lehet, hogy mellé pattintotta, de legyen igazad, hogy igen, védés volt. Adjuk ezt a kapusnak. Igen, igen, igen. Elég, hogyha megzavarja a dobó játékost, az is már legalább annyira van. Fontos állapot, mint hogyha odaér egy láb. Na nézzük. Ugye van még 15 másodperc a kiállításból, Sinkovics visszajön, de jó lenne ez góllal befejezni, és akkor milyen csoda 2 percet tudtunk kivédekezni. Sinkovics, Tóth Rajmund. Sinkovics visszakapja. Vigics, Tóth. Lefutott az óra, kiállítás véget ér. Azért most már a kapus készült erre. Megvan a labda a Fürednek. Visszaér majd valószínűleg Juris Gigics a védekezésbe hamarosan. Húha. Ez mit a lépés hiba volt, nem? Nem, viszonylag sok ideig volt nála a labda, úgyhogy már nem tudta leütni. Na, hát 2 percet kivédekeztünk, azért ez egy fontos pillanat volt, és 4 perc van a mérkőzésből, egy gólos kalászi vezetéssel fordulunk a mérkőzés hajrájába. Smetán. Boszkovics. Smetán. Egyelőre passzolgattak, és el is lőtte Smetán. 27-27. Egáról folytatódik a meccs. Egy nagyjából 3,5 perces idegülő harc jön most. Smetán első gólja volt, de rendkívül fontos pillanatban lőtte ezt. Juric Grigic. Varjú. Varjú visszakapja. Kiskovott a földre, viszi kemény. Megint ár az óra. De Kiskov is fontos lesz, hogy hogyan tudja majd ezeket a támadásokat beálló poziban végig játszani. Nagyon kéne, hogy valaki itt a mérkőzés utolsó pár percében megtalálja a nagyszerű formáját. Ugye Juric Grigics meghozta azt, amit kell, 9 gólos. Sinkovicstól is kéne egy-két gól talán még így a végére. Varjútól szélről talán. Rájuk számíthatunk a meccs végén. Tóth Rajmund. Sinkovics. Tóth. Varjú. Jó váltás. Sinkovics. Kapufa. És megkapjuk, visszakapjuk a labdát. Na most két a játékvezetők mit ígérnek. 2 perces kiállítás. 3 perccel a mérkőzés vége előtt. Fontos pillanat ez a meccsen.
és Vajdahuba, mondja csak, ha ki is pontozódik, mondanám, hiszen a harmadik kiállítását kapta. Sinkovic rendkívül jó tempóban kézilabdázik, hatalmas nagy lendülettel ér oda a falhoz, és most ezzel nem is nagyon tudod mit kezdeni Vajdahuba. Mondhatni már csak lefejezni tudta, de hát meg is lett az eredménye. Kimondottan fontos két perc következik. Ugye ember előnyben vagyunk ennél a támadásnál, ez fontos info. Jó lenne ez góllal befejezni, nagyon-nagyon jó lenne ez góllal befejezni. Most minden egyes vezetés, akár egy gólos is a véghajrában nagyon fontos lehet. Sinkovic, Tóth Rajmond, Gyuric Grigic. Ugye hozzátenném, hogy Gyorgenszki maradt a kapuba most már a meccs végére. Talán ő nagyon megtalálta a formát, arra számítottuk. Varjú, na most szélről egy gól. Megvan, megvan, 28-27. Vezetünk. Erre nagyon szükség van. Minden egyes ilyen támadással csökken az lehetőség a Fürednek, hogy ezt a meccset megnyerje. És mi akár egy pontot is lophatunk a Füred ellen. Vagy legyen több? Vagy legyen több, így van. Hát most már azért elfogadhatnánk a két pontot is bőven. Na nézzük ezt a támadást. Nagyon fontos a Fürednél is, hiszen az utolsó két perc előtt vagyunk, és még mindig kiállítás pörög a Fürednél, üres kapu mellett. Még mindig passzolgatnak, egyelőre a játékvezetők nem mutatnak, csak most passzívot. Nézzük Kostovicsot. Ez micsoda lövés volt. Ez a klasszis Retenovicstól. 28-28, két perccel a vége előtt. Most akkor megint a legjobb sorunk a pályán, aki a meccsen eldöntheti a találkozó. Sinkovic, Varjú. Másfél perccel a vége előtt. Ez egy óriási fontos pillanat, támadás Sinkovicstól. Akár várhatjuk a gólt, Tóth, Varjú. Ő szélről próbálkozik, Jaj, belépett Kiskov, Maxim. Ezért nagyon kár volt. Marad még 20 másodperc a kiállításból, és lassan-lassan az utolsó perchez fordulunk. Ezt a támadást ki kéne védekezni, és valószínűleg utána időkérés is lesz. Utána még egy támadásra biztos, hogy lesz idő. Most a kiállítás véget ér, kiegészül a Füred. Smetán, Kostovics elveszik. Ajj, időkérés, igen, már másra gondoltam, de hát a Füred is tudja, hogy mikor kell időt kérni. 28-28 van, emlékezzünk az előző mérkőzésen, nagyjából ugyanilyen időpontban volt egy időkérés, akkor a Komló ember hátránya volt, és ők támadtak. És egy 7 méteressel tudtak egyenlíteni. Hát én nagyon bízom benne, hogy most ez máshogy fordul, és mi leszünk most a kezdeményező, akár a szerencsésebbek. 52 másodpercünk van arra, hogy ezt a támadást kivédekezzük, és esetleg mi gólt lőjünk. De azt gondolom, hogy most az is fontos, hogy ne kapjunk gólt. Ez pontosan így van. Most valószínűleg Csoknyai István a védekezést magyarázza, ugyanis még van egy időkérése. És hogyha megvan a labda, akkor még azt ki tudja használni, és akkor tud a támadásról is beszélni a srácoknak. Én nagyon bízom benne, hogy most megvan az a figura, az a játék, ami kell ahhoz, hogy meglepjük a Füredet. Ők is azért ritkán játszanak ilyen mérkőzést, kiélezett csatát egy olyan csapat ellen, akire azért talán kevésbé azt gondolták, hogy itt az utolsó percekig partiba lesznek. Tudták nagyon jól ők is, hogy mi nagyon veszélyesek vagyunk hazai pályán. Ahogy mentük az előző két hazai meccsünk ellenük, döntetlen volt. Benne van ebben a meccsben is bőven. Na nézzük akkor. Továbbra is passzolgatnak. Mondom, ők az utolsó pillanatig próbálják ezt az akciót végigvinni. Smetán. És jó. Nem, visszakapták a labdát. Ebben mennek az a másodpercek, igen. És most már csak 30 másodperc van. A játékvezetőknek nincs fönt a kezük. Úgyhogy ez még mindig megy. Jó. És megvan! A labda. Na nézzük!
Van 20 másodpercünk. 20 másodperc. És 28-28. Ezt a mérkőzést innen már nem szabad elveszíteni. Csoknya István időt kér. Így van. És akkor most beszélett a támadásról. És most jött ez a figura, amiről, amit vártál. Amivel meglephetjük a Balatonfüredet. Én azt gondolom, hogy az előző füredi időkérésnél nem ez volt a megbeszélt figura, amit a Füred csinált. Szerintem ez felelőtlen közbelövés volt. Ugyanakkor nem volt túlságosan kapura törő a játékuk. Én azt gondolom, Balu, hogy itt most nekünk az utolsó másodpercig kell tartani a labdát. Nem szabad engedni bármilyen hibát. El kell lőni majd a végén egy-két másodperccel, aztán majd lesz valami. Tehát itt nem lehet most hibázni. 16 másodpercig passzolgatunk, és a végén valahogy valaki... Én szerintem úgy láttam, hogy Gyurics Grigicsre adták az utolsó paszt, hiszen ő volt a legeredményesebb, és ha ő eltalálja azt a lövést, lehet, hogy gól. Elképzelhető. Nekem az a véleményem, az az érzésem, hogy ráment ez a figura. És szerintem ugyanakkor erre biztos, hogy számít a Füred is. Lehet, hogy emberfogás lesz a vége. Nem gondolom, hogy emberfogás. Nem, nem, szerintem nem. 16 másodperc. Varjú. Rendkívül izgalmas végjáték. Maxim Sinkovics, Tóth Rajmund és Kovács Dominik van a pályán. 15 másodperc, egy támadás. És a győzelemért harcolunk. 10 másodperc. Nagyorsan, Varjú. Gigis, belövi! Belövi! 29-28! Hazan. És ez a mérkőzés most van vége! Lejár az idő! Megnyerte a bura! Lagász a meccset! Micsoda győzelem! Micsoda győzelem! Megvolt, és jól mondtam, hogy az utolsó találat az Gyurics Grigics kezébe lehet, mert tényleg ő volt a meccs legjobbja. Így van. Szerintem nem volt kérdés, hogy neki kell előni ezt az utolsó meccset, és én ha jól látom, el is sírja magát, vagy legalábbis nagyon küzdik a könnyeivel. Óriási meccs volt. 29-28. Számított rá Füred, de nem tudtak vele mit kezdeni. Grigics felugrott, és nem tudták leszedni a levegőből, és hatalmas nagy gólt lőtt. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki megismételheti, hogy nem számítottunk erre, de óriási meglepetés, óriási csata. Az első fél időben 3 góllal vezettünk, a második fél időben 3 gólról jöttünk vissza, és 29-28-ra megnyertük ezt a meccset. A szezon talán legjobb találkozója, ami a mi oldalunkat nézzük. És hát ha folytatást nézzük, akkor aztán óriási eredmény, óriási előtt és lelkesedést adhat a csapatnak, hogy Balatonfüredet vertük hazai pályán. Két döntetlen után legyőztük a bajnokság negyedikét. Még egy pár gondolatot, Balu, te mit érzel? Én úgy jöttem ide, hogy itt pontot fognak lopni a kalászi srácok, titkor reméltem ezt. Már úgy, hogy az előző két hazai mérkőzés ugye X lett. És úgy éreztem, hogy ebbe benne van a győzelem, hála a jó égnek sikerült is. És hát itt a budakalászi közönség nagyon hálás, vastaps egyébként a fiúknak. Ugye Gyurics Grigics 10 góljával a meccs legjobbja, és hát mindenkit ki lehet emelni, mindenki hozzátette ehhez a sikerhez a részét. A lehető legjobb csapat teljesítményt láttuk. Védésekben, támadásokban, védekezésekben volt pár pillanat, amikor azért a csapat megingott a második fél idő elején, akkor azt érezhettük, hogy baj lehet, hiszen elmehet a Balatonfüred. Aztán a végén miénk lett a vége. Ugye azt említettem, hogy akár a szerencse most a mi oldalunkhoz áll az előző meccsen, az időkérést követően nem minek jöttünk ki győztesként, most igen. Hát óriási siker. Így van, igen. Igen, hát nagyon szépen köszönöm Cseh Balázsnak, hogy itt voltál velünk, ezt az óriási sikert végig izgultuk, és hát folytatásban majd ugye a Balaton, illetve a budakalászi csapat lesznek még hazai mérkőzések a folytatásban, úgyhogy még számítunk mindenkire a következő fordulókban. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!